Júdás. Magyar hangok. Lakló Taladár, Csernák János, Uri István, Selmeci Roland, Besenci Árpád, Rudolf Teréz, Kristóf Tibor, Bókai Mária, Barabás Kis Zoltán, Várgai Zoltán, Melis Gábor, Breyer Zoltán, Szatmári Attila, Mózer Károly, Bicskei Lukács, Megyeri János, Rosta Sándor, Menszátor Magdolna, Penke Bence. Hozsanna! 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 A zsidók királya! Jézus! Hozsanna! Jézus a messiás! Hozsanna! Gyertek, gyerekek, gyertek, gyorsan! Lucius, arra az embereiddel, a többiek velem! Hozsanna! Sára! Tegyünk, Júdás! Nincs félnivalónk! Erre az útból! Menjetek haza! Mindjárt! Na, ott van! Ő az! Várjatok! Nem kell félnünk a rómaiaktól! Velünk van a messiás! Él! 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 Velünk a messiás! Halljátok! Jézus a királyunk! Ő a mi úrunk! Végetek! Utas, csak őt akarjuk! Titeket nem bántunk! Hagyjatok minket békét! Tűnjetek el! Engem vigyél! A messiást nem adjuk! Tűnjetek el! Hagyjátok őt békén! Tűnjetek el innen! Menjetek el innen! Vissza! Hozsanna! Hozsanna! Jézus! Itt van Jézus! Hozsanna! Jézus! Jézus! Nagy hiba volt, Vetúrius. Ostoba tévedés. Ezentúl nem tűröm el semmiféle saját döntésedet. Világos? Pilátus, nem hagyjuk, hogy királlyá kiáltsák ki. Róma dönti el, hogy ki a föld királya. Ez a Jézus veszélyt jelent a császárra. A követői azt állítják, ő a messiás, a vezér, aki megszabadítja Izraelt. Tudom, hogy ki a messiás. Négyet láttam belőlük, mióta itt vagyok. Úgy hallottam, egyikük sem vonzott ilyen nagy tömeget. Hallgass el! Most jöttél Júdeába, honnan tudhatnád? Nincs szándékomban kételkedni a helytartóban. Türelem! Akkor fogjuk el, ha csökken a népszerűsége. Tartsd nyitva a szemedet! Igenis! Nyisd ki a kaput! Nyissátok ki! Nézd meg, hogy ki az!
Mit akartok? Mit akartok tőlem? Hol van a fiad? Nem tudom, hol van Júdás fiam. Nem hallottam róla, mióta 3 évvel ezelőtt elment azzal a názáreti bolonddal. Még az örökségéből is kitagadtam az egyetlen fiamat. Az én szememben a fiam már halott. Nézd meg, mit tett a családjával. A feleségem súlyos beteg asszony. Nincs itt, hidd el nekem! Azt tudjuk. Napok óta figyeljük a házadat. Akkor miért jöttetek? Ó, Tíruszból származik, ha nem tévedek. Ó, igen. Fogadd el tőlem, ha tetszik. Azért jöttünk, hogy átadj egy üzenetet Jeruzsálem minden kereskedőjének. Senki sem segíthet a Nazarénusnak és csapatának. Nem. Nincs semmilyen segítség. Átadod az üzenetet? Hát persze. Gyerünk! Gyorsan, gyorsan! Zárd be az ajtót! Péter! János! Ahogy gondoltuk, a rómaiak mindenütt keresnek bennünket. Még Júdás apjánál is jártak. Láttuk! Sajnálom, Júdás. Számítottunk erre. Keltsük fel a mestert. Ne! Hadd pihenjen. Ebben a házban biztonságban leszünk. Menjünk el Jeruzsálemből, amíg még lehet. János! Jézus megszabadítja Izraelt. Hányszor megígérte már nekünk? De a rómaiak... Az emberek velünk vannak, ti is láthattátok. Még egy kis erőfeszítést kell tennünk, és meg lesz a jutalmunk. Igaza van. Csak bátorság kell. Ha velünk a Messiás, senki sincs olyan biztonságban, mint mi vagyunk. A királyság közeledik. De most pihenjünk. Legyen több hited, János. Olyan rég láttalak. 3 éve. Hadd nézzelek meg. 3 év. Milyen nehéz volt. Mennyire nehéz. Féltem. Attól féltem, hogy többé nem látlak. Miért? 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 Feleségül akarlak venni. Ne aggódj. Nekem szól. Nekem szól. Üdvözöllek, Júdás. Jeszta. Kint őrködtem, hogy lássam, nem követnek-e. És csak ezért vagy itt? Nem. Persze, hogy nem. Hát miért? A mestered megmutatta, hogy el tudja ragadni a tömeget. Az itteni fogadtatása igazán hatásos volt. Ha csatlakoztok hozzánk, legyőzzük a rómaiakat. Tudod, hogy elutasítjuk az erőszakot. Mindenki a maga dolgát tenné. Mi fegyverrel, ti anélkül. Lehetetlen. És miért? Talán félsz? Nem. Isten Jézussal van. Egész hatalmával. Jézusnak csak föl kell emelnie a kezét. És az Úr megmutatkozik. Jézus... Ő az Isten fia.
Láttam, ahogy csodát tett. Vizen járt. Halottat támasztott föl. Igaz ez? Betániában Lázár 3 napja volt a sírban, és Jézus feltámasztotta. Biztos hallottál róla? Persze, hogy hallottam. És meg kell mondanom, ügyes előadás volt. Gratulálok. Kikövezte az utat Jeruzsálemig. Elég! Elég! Jeszta! Meg kell kérjelek, hogy menj! Te is azt hiszed, hogy a mesterem hazudik? Nem. És bármit hiszek is. Téged éppen úgy szeretlek. Hallottál az öcsémről? Dizma? Mondd el. Elfogták. Elítélték. Keresztre fogják feszíteni. Nem. Dizma? Mindig szeretett téged. De talán megmenthetnénk. Hogyan? Mit tehetek érte? Ismered a szokást húsvétkor. A római helytartó visszaadja az életét egy halálra ítéltnek. Egy listáról választ. Van egy tiszt, Pilátus bizalmasa. Pénzért Dizma nevét adná át neki. De nincs meg rá a pénzünk. 30 ezüstre lenne szükségünk. 30? Tudom, hogy rengeteg. És fogalmam sincs, hogy szerezzem meg. Ki őrzi a csoportot pénzét? Én. Ne nézz így rám, Sára. Megtennék érted bármit, hidd el. A mester bízik bennem. Nem, Sára. Nem tehetem. Nem csaphatom be őt. Bocsáss meg. Úgy látszik, a rómaiak eltűntek. Biztosan félnek. Ne becsüljük le őket. Végül is meghódították a világot. Szóval, te vagy hát a messiás. Miért nem mutatsz valami égi jelet? Miért nem mutatsz be előttünk egy kis csodát? Légy óvatos, mester. Ez egy kígyó. A Sanhedrin egyik leghatalmasabb tagja. Bába rómaiak kezében. Jézus! Adót fizetünk Rómának. Azt javaslod, hogy ne fizessünk többé? Ha Jézus nemet mond, maga ellen fordítja a tömeget. Ha Jézus igent mond, újabb okot ad a rómaiaknak, hogy üldözzék. Mutassátok az adópénzt.
Kinek a képe és a felirata ez? A császári. Adjátok meg a császárnak, ami a császári. És az Istennek, ami az isteni. Jézus, az emberek szeretnek. Cselekednünk kell. Megrohanhatnánk a római erődöt. Nem, Júdás. Ez nem az öröm ideje, hanem az imáé. A Názáretinek terve van. Napról napra egyre veszélyesebbé válik. Veszélyes? Én nem látom őt veszélyesnek. Nyíltan prédikál mindnyájunk előtt, és mit árthat a bölcs beszédével? Vagy az irigység beszél belőled, Otoniel? Úgy hallottam, azt állítja magáról, hogy Isten fia. Ez Isten káromlás. Ha árt valakinek, bizonyítanunk kell. Ha pedig jót tesz, semmit sem kell félnünk tőle. Ha valaki első akar lenni, legyen a legutolsó. Mindenkinek a szolgája. Ha olyan tiszták lesztek, mint ez a gyermek, beléptek majd a mennyei királyságba. Ha olyan kicsinyek lesztek, mint ő, a legnagyobbak lesztek. Később visszajövök. Hová mész? Beszélnem kell apámmal. Nagyon fontos ügyben. Megismersz engem? Persze. Júdás vagy az uram fia. Beszélnem kell az apámmal. Éppen ott van. Apám. Júdás, mit keresel te itt? Mit akarsz? Megmondtam, hogy soha többé nem akarlak látni. De én nagyon örülök neked. A rómaiak nálunk jártak. Megfélemlítettek minket miattad. Tudom. Készültségben vannak, mert félnek a mesteremtől. Jeruzsálem a királyaként üdvözölte. Hidd el, apám! Ha mellénk tudnád állítani a kereskedőket, nagyon jó helyzetbe kerülnél, ha Jézus király lesz. Miért neveznének ki a rómaiak új királyt most? Évekig nem neveztek ki senkit. Róma tudja, hogy egy király, aki békét hoz, az előnyükre válik. Jézus békét hozna. Értem. Bíz bennem. Bíz bennem, és végül büszke leszel rám. Azt hittem, bolond vagy, mikor elmentél, hogy kövesd őt. Lehet, hogy tévedtem. Talán igazságtalan voltam veled. Meglátjuk. Bíz bennem. Megszerzem nektek a támogatásunkat. De csak addig, amíg a barátod Jézus kellő óvatossággal jár el. Köszönöm, apám. Fiam. Édesanyád nincs jól. Azóta beteg, mióta elmentél. Meglátogatom. Jó. Mihelyt lehet? Igen. Jézus! Jézus! Most beszéltem az apámmal. Örülök, hogy kibékültél az édesapáddal, Júdás. Nagyon fontos, hogy támogatást nyerjünk azoktól, akik számítanak. Megszereztem a kereskedők támogatását. Kérlek, beszélj az apámmal. Vigyázz, Júdás! Te nem az Isten akaratát keresed, hanem az emberét. Jézus, beszélj az apámmal. Ő nagyon fontos ember. Kapcsolatban áll Szíriával, Görögországgal, Egyiptommal. Hatalmas. Az Isten háza ez itt! Vagy pedig piac tér! Ez az imádság háza! Nem rablók barlangja! Ezt nem tűrhetem!
Hagyd abba, mester! Vigyétek innen ezeket! Ne legyen zsibbásár atyám házában! Ne gyűjtsetek kincset a földön, hanem a mennyben! Ahol a kincsetek, ott a szívetek is. Te? Ki adott neked hatalmat, hogy így cselekedj? Fogjátok el! Ej! Nincs még itt az ideje. Nem értesz semmit? Nem lehet vértontani megszentelt köveken. Menjünk. Gyertek erre. Gyertek. Gyorsan menjünk, mester! Nem mindig értem, miért teszi, amit tesz. Magunkra haragítottuk a kereskedőket. Nem kell sok, és a papok is ellenünk fordulnak. Mit művel? Én sem értem. Megmondta, hogy nem alkuszik, de most hibázott, hogy ellenünk fordította a kereskedőket. Hibázott? Igen. Isten áldjon. Ő a messiás. Igen. Veletek vagyok. Jeruzsálem népe nem véd meg örökké. Így van. Elhagynak majd. Átadnak a rómaiaknak. Merre mentek? Arra! Arra! Utána! Hogy lehetséges, hogy egész Jeruzsálemben senki sem tudja, hol bujkál ez a nazarénus a követőivel? Az emberek rejtegetik őket. Hidd el, boldogan megmondanám, hol bujkálnak, ha tudnám. Ugyanígy a város minden kereskedője is. Ezt örömmel halljuk. Na és te, Kajafás? Nektek, papoknak, mindenütt van szemetek. Miért nem láttok vele? Számunkra ugyanúgy súlyos gondot jelent ez az ember. Mielőtt azonban cselekvésre szánnánk el magunkat, tanácsos volna várni, amíg véget ér a húsvét. Megengedtük, hogy a Sanhedrint fegyveresek őrizzék. Használd őket. Fogják el a nazarénust. Ha nem teszed, gondoskodunk róla, hogy minden egyes előjogot elveszítsetek. Hívasd össze a Sanhedrint, és... Nem, a Sanhedrint nem hívhatjuk össze az ünnepek alatt, az nem szokás. Parancsot adtam neked, Kajafás! Megértetted? Ó, haladéktalanul összegyűlünk. És együtt is maradunk, amíg meg nem oldjuk a helyzetet. Ha a kereskedők beleegyeznek. Természetesen. Örülök, hogy együttműködtök. Nincsen sok időnk. Fogjátok el a nazarénust holnap hajnalig. Ha nem, saját kezünkbe vesszük az ügyét. No. Milyen csodálatos illat. Mi ez? Nárdus olaj. Rendkívül drága kenőcs. Milyen drága? Úgy 300 ezüstöt ér. 300-at? Sokkal több, mint amennyi nekünk van. Milyen pazarlás. Jézus! Mit jelent ez? Segíthettünk volna valakinek ezzel a pénzzel. Júdás, Mária könyörületet gyakorol rajtam. Rengeteg időtök lesz, hogy könyörületet gyakoroljatok a szegényeken. De tudnotok kell, hogy én nem maradok mindig veletek. Hogy nem maradok? Hogy is mester, ezt nem értem? Mester, ezt nem értem? Kérlek, magyarázd el, mester. Miért mondtad ezt, mester? Áldozathozatalról beszél, és a gazdagok olajában fürdik. Miért kételkedtek Jézusban? Jézus a messiás. Ezt tudjuk. De egyúttal ember is, igaz? Emberként pedig hibázik.
Jeruzsálem nem olyan egyszerű, mint hiszitek. Júdás, te is? Péter, tudod, hogy igaza van. Júdás itt született. Tudja, milyen veszélyben vagyunk. Jobban, mint bármelyikünk. Jézus nem hallgat rá. Menj, ha akarsz. Ha már nem tudsz hinni a mesterben, akkor menj. Mások is elmentek már, nem? Azt mondták, nem értik, mit miért tesz Jézus. Mint ma este. Igen, mint ma este, Simon. Nézd, lehet, hogy most nem értjük. De egyszer megértjük, biztos vagyok benne. Nélküle semmik vagyunk, igaz? Júdás. Sára. Hogy találtál meg itt? Jeszta ötlete volt. Mivel a rómaiak egész Jeruzsálemben keresnek, gondolta, hogy itt kint rejtőztök. Jézus akarta így, én elleneztem. Ha Jeszta megtalálta, a rómaiak is képesek rá. Miért jöttél ide? Látni akartalak. Tudnom kell, hogy szeretsz-e még. Ne, Júdás, ne! Ne most, ne, ne! Pénteken keresztre feszítik Dizmát, és nincs meg a pénzem, hogy megmentsem. Jobban szereted a mestert, mint engem. Sára, mindent neked adnék, amin van, de ez a pénz nem az enyém. Ezt szeretem benned, Júdás, hogy igaz ember vagy. De az utolsó reményem is. Sára, azt hiszem, az öcséd élete többet ér, mint egy üvegolaj. Tessék. Vedd el. Ez elég lesz. Ne mondj semmit. Csak menj. Szeretlek. Dizma. Júdás elhitte, ahogy mondtam. Utálom, hogy erre kényszerítettetek. A jó modor sajnos nem űzi el a rómaiakat. Júdás nem érdemli meg, hogy így bánjunk vele. Nem tudom, miért kellett így becsapnunk. Jeszta, ez nem tetszik. Akkor ketten vagytok. Egyformák vagytok a húgoddal. Jó, most, hogy megvan, ami kell, megölhetjük. Ma este. Ma este? Velem vagy, vagy sem? Persze, hogy veled vagyok. Mit gondolsz? Pilátus halála alapjaiban rendíti meg Rómát. Rájönnek majd, hogy menniük kell. Minket nem lehet elnyomni. Jobb lenne, ha mást vinnél. Ő túl fiatal. Te ebben ne szólj bele! Már kiadtam a parancsot. Barabás, itt van Barabás. Kérlek, te ne menj! Isten hozott Barabás. Fegyverekért jöttünk ki ezt a. Szükségünk lesz rá ma éjjel. Három zarándok karaván közeledik éjszakról. Hát, csak vigyétek. Ilyenekre nincs szükség a csapatunkban. 50 embere van, szükségünk van rá. Egy rablóra? Ez gyilkos, ártatlanokat öl, zarándokokat rabol ki. Akkor is segít, hogy legyőzzük a rómaiakat. Nem lehet közünk a mocsokhoz. Most már elég. Ha ez az ára, hát legyen. Csak add meg a jelet. Eleget fosztogatták a rómaiak a földünket. Én visszaveszem, ami az enyém.
Így helyes. Körbejártál a külső falaknál? Még nem, uram. Akkor indulj már is. Igenis. Még minden ugyanaz. Apám! Júdás! Gyere le ide azonnal! Menj, tűnj el innen, figyelik a házat! Hadd magyarázzam meg! Hallgass! Nem vagyok rá kíváncsi! Hallgattam rád, bíztam benned, de tévedtem! A te Jézusod őrült! Most is tévedsz, apám! Megváltoznak a dolgok, esküszöm, hogy így lesz! Júdás! Júdás! Eszter! Hol van anya? Az ágyban! Apám! Hát te meg hová mész? Szeretném látni az anyámat. Júdás! Fiam! Mondd csak, hogy vagy? Ne aggódj miattam. Beszélj inkább magadról, fiam. Ha tudom, hogy beteg vagy, miért nem szóltak nekem? Nem értek el. Valahol Galileában jártál a mestereddel. Annyira aggódtam miattad. Miért? Én jól vagyok. Jól vagyok. Júdás, Júdás! Azt hittem, meghalok, amikor azt mondtad, elhagysz minket. De meg is értettem, hogy ezt kellett tenned. A mestered szólított téged, és úgy volt helyes, hogy követted őt. Azt mondta, megszabadítja Izraelt, hogy eljön a királysággal, de... Már semmit sem értek. Kételkedsz? Nem. Nem. Csak Isten beszélhet úgy, ahogy ő beszél. De, mint ember, mióta Jeruzsálembe jöttünk, hibákat követel. Nem ő tehet róla. Kisfaluból származik, vidékről. Az apja egyszerű ács volt. Egy ember értékét nem szabad ebből megítélni. Túl sok hibát követett el, egyiket a másik után. Lehet, hogy nem is hibák voltak. Talán más jelentésük van. Talán olyasmit lát, amit ti nem láttok. Igényt tart rám.
a segítségemre. De hogyan? Hogyan segítsek neki, ha nem hallgat rám? Nem értem. Nem értem. Már semmit sem értek. Hirtelen olyan üresnek tűnik a világ. És most egyedül vagyok. Öt perc múlva lent, Vetulius. Börtönbe velük! Igen, uram. Az egész pretórium álljon készültségben. Hívjatok erősítést Cezáreából és Jaffából. A város minden kövét ellenőrizzétek. Az emberek nem tudhatják meg. Csak feltüzelni őket. Mi van a foglyokkal, beszéltek? Az egyik igen. Kínzás alatt. De még fiatal.
Keveset tud a lázadókról. Azt azonban elmondta, hogy a pénz, amivel a szolgát lefizették, a Nazarénus egyik tanítványától származik. A neve Júdás. Júdás? Igen. Azt mondta, hogy becsapták, de én ezt nem tudom elhinni. Ez a Júdás maga is zelóta volt. Talán a szíve még most is hozzájuk húz. Úgy látom, ideje, hogy elintézzük ezt a messiást. A Sanhedrinhez intézett ultimátumom holnap lejár. Ha még akkor sem lesz fogalmunk a hollétéről, akkor megmutatjuk az erőnket. Szedjetek túszokat a befolyásos családokból. Az háborús tett. Valóban az. És hogy téged idézzelek, mindig hatásos. Lucius! Törjétek be! Egy! Kettő! Rajta! Erősebben! Menj, fiam, fuss! Menekülj a kedvemért! Fel, velünk jössz! Azonnal engedjétek el a feleségemet és a lányaimat! Engedjétek el őket! Nincs jogotok így bánni velük! Ez valami tévedés lehet! Velem tegyetek, gyerünk, amit akartok, de őket hagyjátok! Fontos emberek a barátaim! Meglátjátok, nagy hibát követtek el! Gyerünk már talpra! Igyekezz! Félre az útból! Hagyd végén csak egy kisfiú! Apa! Engedjétek el a papámat! Állj! Ti kényszerítettetek, hogy ezt tegyük! Mi lesz velünk? Ha a názáreti Jézus nincs a kezünkben holnap ilyenkorra, a túszok meghalnak! Tőletek függ az életük! Adjátok át Jézust! Szerencsénk volt! Igen? Tolvajt fogtunk, aki a túszok házába tört be. Nocsak! Látom, a retteget Barabás csapdába esett. Kegyesek ma hozzánk az istenek. Személyesen nézem végig a kereszt halálodat, és minden percét kiélvezem. Vigyétek a szemem elől! Igenis! Lódulj! Nem tudom, miért tették ezt a rómaiak, de nagy hiba volt. Ideje, hogy megmutassuk az erőnket. Mit parancsolsz? Jézus? Ne félj, Júdás. Holnap ilyenkorra a túszok szabadok lesznek. Hogyan? Miről beszélsz? Higgy nekem. Hazudtam nektek valaha? Csak mondd meg, hogyan? Az életemet adom oda sokak megváltásáért. Arra kérlek, tegyetek előkészületeket,
hogy elköltsük a húsvéti vacsorát. Úgy lesz, mester. Igen, Jézus. Simon, ezt nem hiszem el. Azok után, ami történt, nem gondol másra, csak a húsvéti vacsorára. Azt mondta, bíz benne, Júdás. Biztos van terve. Remélem. Júdás! Júdás! Tudom, hogy aggódsz a családod miatt. Épp ezért kell hinned Jézusban most jobban, mint valaha. Hallgass meg, Júdás. Jézus, nem is tudom, hogy mondjam, de... ő az igazság. Sosem szabad azt hinnünk, hogy fontosabbak vagyunk az igazságnál. Irigyellek, Péter. Ha olyan lennék, mint te. Ha olyan szívem lenne, mint neked. De nincs. Sajnos nem tehetek róla. De igen! Júdás! Júdás! Várj! Sára! Hova mész? El kell bújnom! Mi van veled? Sára, mi történt? Mi baj van? Bocsáss meg, a pénz nem. Hazudtam neked, a pénz nem Dizmáért kellett. Akkor mire kellett? Jeszta és Dizma ezzel fizette meg, hogy bejusson az erődbe. Meg akarták ölni Pilátust. Mi? Jézus csaptam be miatt. Elfogták őket, keresztre feszítik őket. A családomat börtönbe vetették, meghalhatnak emiatt. Az én hibám, bíztam benne. Ne kiabálj. Te sem vagy jobb a rómaiaknál. Bocsáss meg, hogyan hihetnék neked? Hogyan hihetnék bárkinek is? Könyörülj meg rajtam, kérlek. Ha még szeretsz, bocsáss meg. Ne hagyj el. Nem tudok nélküled élni, nem tudok. Azt hiszed, még hasznodra lehetek, igaz? Erre! Gyorsan! Szóródjatok szét! Pénzjutalom! Nagy zsíros falat! Meglátjátok, milyen gyorsan itt terem valaki, hogy elárulja, hol bujkál a názáreti. Senki sem fogja pénzért elárulni, nem érted? Ha van valami jobb javaslatod a számunkra, akkor most mondd el, és nagyon gyorsan! Testvéreim! Túlságosan sokunk fiait vetették túszként börtönbe a rómaiak. A tiédet nem vitték el Otonia. Mire akarsz célozni, József? A rómaiak meg akarnak osztani, hogy kedvük szerint irányítsanak bennünket. Eddig sikerrel jártak, mint látjátok. Ez a gyűlés azonban nem dönthet a nép nevében. Nem vagyunk határozatképesek. Túl sokan hiányoznak, akiknek joguk van szavazni. Nem volt időm, hogy mindenkit meghívjak. De azok itt vannak, akik egyetértenek veled. Miért? Légy velünk őszinte, József. Te is a názáreti követője lettél. Ezt mind tudjuk. Mi magunk szakadunk szét, ha Róma közbelép, lerombolja ezt a templomot és Izrael népét. Elkerülhetetlen, hogy feláldozzunk egy embert, az egész nemzet érdekében. Megmondtam, el kell jönnünk. Igen. Itt kell lennünk mellette. Igen, érdemes így volt hallgatni. Persze. Hol van? Hol van Jakab? Azt hiszem, mindjárt jön. Itt is van. Mindig ő érkezik utolsónak. De mindig itt van. Most mit csinál? Nem tudom.
Az én lábamat ugyan meg nem mosod soha. Ha nem moslak meg, nem lehetsz közösségben velem. Akkor, uram, ne csak a lábamat, hanem a fejemet és a kezemet is. Ti mesternek és úrnak hívtok, és jól teszitek, mert az vagyok. Ha tehát én, az úr és mester, megmostam lábatokat, nektek is meg kell mosnotok egymás lábát. Mindenki lábát megmosod, mint egy szolga. Így tesz egy vezér, Jézus. Nem nagyobb a szolga uránál, sem a küldött annál, aki küldte. Jöjj, Júdás, megmosom a lábadat. Azt hiszem, többé már nem tudsz vezetni bennünket. Árnyéka vagy annak, aki voltál. Gyenge vagy, Jézus. Látom. Vagy talán félsz? Igen, így van. Fél benned az ember. Halálra rémült. Nem tudod, hogy most mit tegyél, ugye? Miért nem ismered el? Csak beszélsz, de nem teszel semmit. Becsaptál minket, Jézus. Elárultad a reményeinket. Vágytam rá, hogy ezt a húsvéti vacsorát elköltsem veletek, mielőtt szenvedek. Mondom nektek, többé nem eszem, míg be nem teljesedik az Isten országa. Hogyan? Hogyan teljesedik be az Isten országa? Egyik őtök elárul. Mi? Mit mondtál, mester? Ki fog elárulni? Ki lenne? Uram, ki az? Akinek ezt a darab kenyeret adom, elárul engem. Amit tenni akarsz, tedd meg mielőbb. Mit mondod neki? Nem tudom, nem értettem. Talán, hogy adjon valamit a szegényeknek. Ha nincs bátorságod, Jézus, nekem van. Nem lehet bántani! Nem szabad bántani! Nem bánthatják! Júdás vagyok. Tudom, mi a baj. Segíteni jöttem. Miért adtad fel magad a Sanhedrinnek? Veletek, rómaiakkal akartam beszélni. Tudtam, hogy ide hoznak majd. Miért akarod elárulni a mesteredet? Győztetek. A győztes oldalon akarok állni. Nem a bőrödet akarod menteni? De igen. És a népemét. A magaméval.
30 ezüstöt kérsz tőlünk, pedig gazdagnak születtél. Mindenről lemondtam, amikor elmentem Jézussal. Nincs semmi. 30 ezüst pénz, ennyit kérek. Megkapod, amit kérsz, ha megmondod, amit tudni akarok. Tehát, hol van ez a názáreti Jézus? A Gecsemáni kertben, túl a Kidron patakon. A tanítványai vele lesznek. Gecsemáni? Miért? Ki találta a helyet? Én. Már egyház sem nyújtott menedéket. Vigyétek a börtönbe, és kényszerítsétek, hogy igazat mondjon. Lucius! Utálom az árulókat. Fiam! Fiam, te itt vagy? Anyám! Ne aggódj! Bíz bennem, minden rendben lesz. Tudom, hogy hazudsz, Júdás, ezért hoztalak ide. Megismered a családodat, ugye? Szóval ez a te családod? Szép húgaid vannak, barátom. Talán őket is ismered. Holnap keresztre feszítik őket. Tudod miért? Semmi közöm hozzájuk. Meglátod, mi történik, ha nem mondasz igazat. Holnap megnézheted, hogy halnak meg. Egytől egyig. Sokkal fájdalmasabb módon, mint a többi túsz. Halljam a valódi okát. Miért akarod elárulni a mesteredet? Már elmondtam. Nagyon vigyázz, Júdás. Ha hazudsz, megfizetsz érte. Vigyétek el! Júdás, fiam! Mit gondolsz? Szerintem igazad beszél. Nem győztél meg. Van valami ebben a Júdásban. Kínozzuk meg. Beszélni fog. Azt nem hiszem. Nincs sok időnk. Kell ez a nazarénus. Lehet, hogy csapda? Talán. Szólj a Sanhedrinnek, hogy az ő fegyvereseik fogják el. Ha csapda, ők esnek bele. Jó. Te pedig távolabbról figyelj. Vigyél annyi embert, amennyi kell. Ha valami baj van, ne avatkozz bele, hanem jelents nekem. Parancsodra, uram. Atyám, ha lehetséges, kerüljön el ez a hely. De ne úgy legyen, amint én akarom, hanem amint te. Péter? Péter? Ébredj, János! Még egy órát sem tudtok velem virrasztani. Thank you.
Hozzátok ide! Készen vagyunk. Indulhatunk. Pontosan kell tudnunk, hogy melyik az. Nem szökhet meg. Akit megcsókolok. Az ő. Megtettem. Semmit sem sejtenek. Csapdába csaltam a rómaiakat. Helyetted is győztem, Jézus. Cselekvésre kényszerítelek. Emeld föl hatalmas kezedet. Pusztítsd az ellenségeinket. Engem is pusztíts el, ha akarsz. De cselekedj! Eljött a királyság. Barátom, tedd, amiért jöttél. Te vagy a názáreti Jézus? Én vagyok. Fogjátok el! Ne! 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 Állj! Tedd vissza hüvelyébe kardodat. Aki kardot ragad, az kard által vészel. Vagy azt hiszed, hogy nem kérhetném atyámat? És nem küldene 12 légió angyalnál is többet? Mint valami rabló ellen. Úgy vonultatok ki kardokkal és dorongokkal, hogy elfogjatok. Vigyétek el! Mozgás! Júdás, mit tettél? Júdás, mit tettél? Júdás, nézd rám, mit tettél? Júdás! Uram, ne hagyj el minket! Nemes Pilátus, megtartottuk, amit ígértünk. Elhoztuk neked Jézust. Bízunk benne, hogy te is megtartod, amit ígértél. Ítéld Jézust halálra! Nemes Otóniel, te és Kajafás előbb kihallgatjátok Jézust zsidó szokás szerint. És aztán én is beszélek vele. Utána döntöm el, mit tegyünk. Tessék, fizessétek ki! Harminc ezüst pénz. Ez volt az ár, amit kértél. Pretorius, engedd el! Gyere közelebb! A mesteret furcsa ember, még így is a barátjának nevezett. Áruld el, Júdás, szeretném megérteni, miért akarod a halálát? Jézus megengedte, hogy elfogják. Hát nem értitek. El fog pusztítani. Meglátod. Neves, bálványimádó, amíg megteheted. Hamarosan megtapasztalod Isten fiának a haragját. Isten fia, akit te elárultál! Én nem árultam el őt. Én csak helyette cselekedtem. Isten fia, meddig hallgassam ezt az Isten káromlást? Nem látjátok, hogy ez az ember őrült? Semmi értelme annak, amit beszél. Ez már mit sem számít, igaz? Kezünkben a názáreti, ahogy elterveztük.
Eljő a királyság, és nem tehettek semmit. Nincs már rá szükségem. Engedjétek el! Engedjétek el! Én mondom, rómaiak, nem marad belőletek csak por. Tűnj el a szemem elől! A királyság eljött! Tűnj innen! Jézus a messiás! Engedjétek! Szabad ember! Jézus! Jézus követői elintézik helyettünk. Pilátus, kérlek, ne feledd az egyességünket. A túszokat? A názáreti Jézusért. Ne mondjátok meg, mit tegyek! Most elmehettek. Mindketten. Rajta! Riadóztassam a jeruzsálemi helyőrségeket? Ha elterjed a hír, hogy elfogtuk a nazarénust, fellázadhatnak. Nem. Jeruzsálem népe fél. Az ujjukat sem mozdítják, amíg nálunk vannak a túszok. Királyunk, néhány napja még így neveztétek. Királyunk! Jézus, ő a messiás, az Isten fia. Ha ő az Isten fia, szabadítsa meg magát. Akkor majd hiszünk neki. Tudod-e, názáreti Jézus, hogy Róma császára dönti el, ki lehet a zsidók királya? És tudod-e, hogy ha a zsidók királyának nevezed magadat, az a császár akarata ellen van? Nem vagy hajlandó felelni nekem? Bizonyára tudod, hogy hatalmamban áll szabadon engedni, vagy keresztre feszítetni. Nem volna fölöttem hatalmad, ha onnan felülről nem kaptad volna. Egy igaz vezető hangja. Te vagy a messiás, akire oly régen vár a néped? Mondtam, de nem hittek nekem. Ha te volnál a messiás, akkor te lennél a zsidók királya is. Az én országom nem ebből a világból való. Nem ebből a világból? Ha ebből a világból volna országom, harcra kelnének szolgáim. Te vagy a zsidók királya, vagy nem te vagy? Arra születtem. És azért jöttem a világba, hogy tanúságot tegyek az igazságról. Aki az igazságból való, hallgat szavamra. Igazság? Az meg mi? Jól van, Jézus! Az emberek megint veled vannak! Jézus! A nazarénus hazudik, hogy mentse az életét. Talán. De semmit sem tett, amiért Róma törvénye szerint elítélhetnénk. A tanúk hallották, hogy a királysága eljöveteléről beszélt. Te is hallottad, nem? Azt mondta, a királysága nem innen való. A Sanhedrin bűnösnek tartja Isten káromlásért. Azt állítja, hogy az Istenük fia. Nekem mi közöm a vádjaikhoz? Semmi! Nem küldhetem halálba ezt az embert. Ha nem szabadulunk meg tőle most, hamarosan megint őt éltetik. Nem látod, már meg is ingott a nép. A követői visszajönnek. Várj!
Talán van mód, hogy elpusztítsuk a nazarénust úgy, hogy a felelősség a zsidóké legyen. Hogyan? Júdás! Júdás! Péter! Júdás! Péter! Jézus most megmutatja a hatalmát. A város megdöbben. A hír Rómáig elér majd. Ezért tettem. Én is elárultam őt. Hogy? Megkérdezték, hogy a követője vagyok-e. És én letagadtam. Háromszor. Megesküdtem, hogy nem vagyok. Ez nem baj. De féltem. Megbocsát neked. Megölik. Nem fogja megengedni. Tudom, hogy nem. Hát nem érted? Most kénytelen megtenni. Tévedtél, Júdás. Nem tévedtem. De igen. Nem igaz, Péter. A büszkeség bűn. Meg kell tenni. Hisz tudnod kell. Cselekednie kell. Ne kísérsd uradat, Istenedet. Azt hiszed, büszkeségből tettem. Na és te? Te megtagadtad, ez gyávaság. De ez nem nagy baj. Nézzenek oda. És én még azt hittem, jobb vagy nálunk. Még arról is meggyőztél, hogy alázatos vagy. Csalás volt. Megtévesztés. Kész vagyok meghalni érte. Talán igen. De nem ismered el, hogy hibáztál, Júdás. Meg kell kérned Jézust, hogy bocsásson meg. Júdás! Megbocsásson? Igen! Megbocsásson, Péter, de miért? Amiért kényszerítettem, hogy fellépjen a rómaiak ellen, ezért bocsásson meg? Mert győzelemre kényszerítettem. Bocsásson meg, Péter, de miért, hát miért? Mert nem szeretted eléggé. Kérnünk kell, hogy bocsásson meg. Én szeretem. Szerettem őt, Péter. Péter! Péter! Nézzétek! Talán olyan, mint egy király? Én nem gondolnám annak. Jobbat is választhattatok volna. Emiatt az ember miatt, a názáreti miatt sok élet volt veszélyben. Ők még mindig börtönben vannak, de hamarosan parancsot adok, hogy engedjék ki őket. Ha helyreáll a béke a városban, ahogy Róma kívánja tőletek! Meg kell őriznünk a békét úgy... Júdás! ...hogy két jeruzsálemi latort... Júdás! ...akik bűnösen megsértették a biztonságunkat, még ma keresztre feszítünk! A nevük Dizma és Jessa! Jeruzsálem népe! A ti szokásotok szerint egy embert szabadon kell bocsássak ma a húsvét alkalmából. És Róma tiszteletben tartja a szokást. Sokan ismertétek őt. Barabást, a rablót és banditát. Ő pedig Jézus. Én... nem vádolom semmivel. De ne feledjétek, hogy sok ember élete függ tőle. Micsoda cinikus kérdés. A saját céljára használja. Jeruzsálem népe, kettőjük közül melyiküket engedjem szabadon? Barabást vagy Jézust? Ez őrület. Őrület! Jézus! 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 Csendet! Csendet! Mit akartok? Én feszítessem keresztre a királyotokat!
Én ártatlan vagyok a halálában. Az Isten fia. Itt a koronát zsidó királya. A bíbor királyi palást. Hozsanna! A zsidó királya. Hozsanna! A zsidó királya! Pihennie kell. Nagyon fáradt. Gyere, most már vége. Válaszolsz nekem, Jézus! Mi a terved? Mire vársz még? Kérd Istent, hogy küldjön érted angyalt. Fiam. Hol van az atyád, Jézus? Ha? Atyám, bocsáss meg nekik, hisz nem tudják, mit tesznek.
Apádat szólítod? Isten fia vagy? Te nem ember vagy! Antikrisztus! Az vagy! Te is meghalsz! Itt fönt! Akárcsak én! Csöndet! Nem félsz az Istentől? Mi tetteink büntetését kapjuk. De ez az ember nem csinált semmit. Jézus, emlékezzél meg rólam, amikor eljön az uralmad. Bizony, mondom neked, még ma velem leszel a paradicsomban. Szállj meg engem, uram! Bocsáss meg! Bocsáss meg! Mi történt, menj és kérd tőle bocsánatot, Júdás! Hát itt vagy, Sára. Most majd meglátod, hogy csodát tesz. Az öcsédet is megmenti majd. Tudom, hogy így lesz. Menj hozzá most, mielőtt késő lesz. Kérlek, kérlek! Jézus nem halhat meg, ő Isten fia. Nem hagyhatja, hogy megöljék. Hát nem érted? Menj hozzá! Menj hozzá, kérlek! Jézus nem hal meg, miért nem hiszel nekem? Őrült vagy, őrült vagy. Térj már észhez végre! Büszkeségből nem ismered be, hogy tévedsz. Nem tévedek. Esküszöm. Esküszöm. Jézus, haldoklik, Júdás! Haldoklik! Nem, nem! Ha nem kérsz tőle nem. Most bocsánatot, egész életedben gyötör majd az önvád! Hogy beszélhetsz büszkeségről és bűnökről? Gyilkosságot terveztél! Istennek képzelted magad! Rosszabb vagy, mint... Márpedig te vagy, aki Istennek képzeli magát! Nézd csak rá! Most szenved, de Isten megszabadítja a fiát! Jelet küld majd! És azután... Nem lesz több... Júdás! Nem lesz erőszak ezen a világon! Júdás! És minden megváltozik. Mindez azért történt, mert menj el, Sára. Hagyj most magamra. Én várok. Atyám, kezedbe ajánlom a lelkemet. Meghalt. Én öltem meg. Megöltem! Nem! Júdás!
Júdás, ne tedd ezt! Júdás! Várj! Júdás! Ne! Ne tedd ezt! Ne! Magyar szöveg Károly Eszter, hangmérnök Heizler László, vágó Baja Gábor, gyártásvezető Masol Ildikó, szinkronrendező Maukner József. A szinkront a TV2 megbízásából a Masterfilm Digital készítette.